Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Római Katolikus Templomban, és egy nagyon szép ünnepségnek lehettünk részesei, hogy mi is volt ez a Gulyás Zsolt plébános úrral beszélgetünk, itt nagy a nyüzsgés mögöttünk, mindenki csodál egy nagyon szép alkotást. Mi is ez az alkotás pontosan, és hogyan valósult ez meg? Hát ez a pünkösdi jelenet lenne a Szentlélek Úristennek az eljövetele, és ahogyan itt a Szentmisében is elmondtuk és bemutattuk, hogy azt szerettük volna itt ezen a képen ábrázolni, hogy a Szentlélek Úristen hogyan is működik az egyház életében, és hogyan működhet a mi életünkben. Tehát ez a képen nem csak a színek beszélnek, hanem sok is apró jel is benne van, aminek nyilván lehet mondani, hogy beleolvasás, de én azt gondolom, hogy azért több jelentése is van. A pünkösdi jelenet azért jött, mert a templomunknak a többi képe, illetve alkotása sugallta az, hogyha a sorrendiséget be akarjuk tartani, tehát ahogyan a szentélyben lehet látni a megváltásnak a fő eseményeit, Jézusnak a szenvedését, kereszthalálát, az ő föltámadását, így ha a sorrendiségben nézzük, akkor a következő nagy esemény, ami szintén a megváltáshoz hozzátartozik, a pünkösd. A pünkösd eseménnyel zárul le a húsvéti esemény. Ugye Jézus föltámadás után az 50. napon jött el a Szentlélek, és akkor már 12 apostol volt. Ha az apostolok cselekedetét figyelmesen elolvassuk, akkor az apostoloknak az volt a gondja, hogy hát ők 12-en voltak, és még mielőtt eljött volna a Szentlélek pünköstkor, már akkor Mátyás apostolt közéjük választották. Ezért az ablakon megjelenik a 12 apostol, de ahogyan a Györfi Balázs említette, eznek utána jártunk, hogy nehogy véletlenül eltérjünk a Szentírástól. Tehát számomra nagyon sokat jelent ez a kép, mert hogy nem csak egy alkotás és nem csak egy kép, hanem a mondani valója az, aminek nagy szüksége van az egyházközségünknek, mégpedig arra a lélekre, aki az apostolokat erővel töltött el, az ő életüket átalakította. A Szentlélek Úristennek az volt az egyik legkézenfoghatóbb tevékenysége, hogy az apostolok, amikor már ugyan találkoztak a föltámadt Jézussal, de még mindig féltek. Még nem volt erő. És a Szentlélek volt az, aki az ő szíveket tízessé tette, és bátorsággal, erővel töltötte, hogy mindegyik apostol az életét is odaadta a feltámadt Jézusért. Ugye János apostol természetes halállal halt meg, de őt is meg akarták ölni, olajban főzték meg, de a történet szerint Szent János nem, hogy meghalt volna, hanem megfiatalodott e kapcsán. Az Úr Jézusnak, vagy az Úristennek egy ilyen különös ajándéka ez a hűséges apostol felé, a szeretett tanítvány felé. Tehát ez az alkotás, ami magában foglalja a kunsági elemeket is, azt gondolom, hogy úgy igazán méltó lesz ehhez a templomhoz. Valóban azt érzem, hogy ez a templom úgy ékesedik ezáltal a kép által, és hogyha megállunk a kép előtt, akkor olyan érzésünk van, mint hogyha ugye a Szentlélek ránk is jönne, ránk is kiáradna, és ugye a négy ablak egészen nagy felületet alkot, ugye közel 25 négyzetméter, és valahogy, hogy érezzük ennek a jelentőségét, ami úgy sugárzik és árad felénk. És hát nyilván ez úgy már egy kicsit késztet arra is, hogy mi lenne célszerű majd esetleg a másik ablakra. Hát a terveink vannak, de hát egyenlőre ez is csak vágy, aztán, hogy az Úristen mihez ad erőt, meg mihez nem, ezt nem tudjuk. Minden esetre így a kép kialakulásánál, a keletkezésénél, a munkálatoknál, valahogy azt gondolom, hogy arra jöttünk rá, hogy az Úr maga építi a házat. Tehát, hogy mi sok mindent gondoltunk, sokféleképpen alakult, másképpen alakultak a dolgok, de végig is az eredmények nagyon örülünk, és valójában azt tapasztaltuk meg, hogy az Úristen építette és alkotta ezt az egész művet. A másik ablak felületre az én elképzelésem szerint talán a csodálatos kenyérszaporítás illene. A Szentírásból egy jelenet, és azért gondoltam erre, mert hogy a kunsági kalász, a kunsági búza, meg a kenyér az ide kötődik. Tehát, hogy valahogy az Úristennek egy ilyen természetes ajándéka, amit ezen a földön megterem. És azt gondolom, tehát ez lehetne leginkább, ami közel van a karcagiakhoz, meg ez a templomhoz, ahogyan illene.
Én már csak azért is, mert van egy olyan jellegű hallomásom, de aminek szeretnék utána járni, hogy állítólag 12. Pius pápa innen Karcagról, karcagi lisztet rendelt a Szent Ostjához, az ostya alapanyagának. Hát ezt szeretném előkeresni, ez még inkább erősíti azt, hogy milyen jó lenne, ha ez valamilyen módon a templom ablakunkon majd megjelenne. De hálásak vagyunk a Jóistennek, meg az adományozónak, hogy ilyen szép dologgal ékesíti ezt a templomot. Az alkotókkal arra törekedtünk, hogy hát ezt nem egy meg két évre alkotjuk, hanem hogy ez olyan alkotás legyen, amire majd addig még ez a templom fönnáll, addig mindig szívesen emlékezzenek erre, és hogy akik bejönnek ebbe a templomba, azok örömmel nézzék, és hogy valóban üzenjen nekik ez a kép. Én azt gondolom, hogy azért is szép ez a kép, mert hogy nagyon mély üzenete van. Én azt kívánom, hogy Szabó József és családjához hasonlóan másik hasonló ilyen adományozót is találjanak, és akkor hamarosan beszámolhassunk arról, hogy a templom másik oldalán is ez a 25 négyzetméternyi ablaküveg egy szép karcakhoz kötődő jelenettel fog gazdagodni. Hát ha Jóisten úgy akarja, akkor úgy gondolom, hogy megadja nekünk talán ezt is, de várnunk kell. Nem gondoltam volna tévvel ezelőtt, hogy most egy ilyen esemény lesz itt ebben a templomban, de az Isten útjai kifürkészhetetlenek, nem tudjuk, hogy mit tervez számunkra, meg mit ad. Minden esetre most ennek örülünk, ami most van. Én azt kérem, hogy sokan nézzék meg, és sokan jöjjenek be a templomba csak azért, hogy ezt megnézzék. És ahogy ön is mondta, egyfajta gyülekezet építés is ez a mai nap. Azt is kívánom, hogy a gyülekezet is épüljön és gazdagodjon. Nagyon szépen köszönjük, és a jó kívánságokat, és várjuk a kedves látogatókat. Köszönjük szépen!